Géza, szerinted mekkora szerencse kell ahhoz, hogy felvegyenek téged ide, az ELTE anyagfizikai tanszékére? Hát szerintem legalább akkora, mint mondjuk az ötös lottón egy 6 találatost elérni. Az viszont biztos, hogy az ifjú fizikusok nemzetközi versenyén induló magyar gimnazistákat nem Fortuna válogatta össze. A fiatalok aranyérmet szereztek Szingapurban, ilyen jó eredményt 20 éve nem értek el magyarok. Tojással kísérletezik Eszter és Marcell, többek között arra a problémára szeretnének válaszolni, hogy a tojás feltörése nélkül kiderítsék, mennyire főtt meg. Tavaly szeptemberben kezdték el keresni a legalkalmasabb jelölteket az ELTE szervezői. Április közepén választottunk ki 5 diákot, aki végső soron Szingapurban Magyarországot képviselte. A velünk beszélgető két diák most kezdi majd a 12. évfolyamot, és közös pont a fizika imádata. Szingapurban nem volt könnyű dolguk. Az a feladat, hogy elő kell adni a megoldásainkat ezekre a problémákra, továbbá másik csapatokból pedig meg fogják kritizálni az előadásainkat, és van még egy harmadik csapat, aki úgyszint további kritikát és értékeléseket végez. És a zsűri ezt az egész beszélgetést, és persze magának a feladatnak az elvégzését értékeli. Kicsit olyan, mint egy foci VB, olyan hangulata van az egésznek, minden nap nagyon pörgős, minden nap nagyon izgalmas, és hát nem lehet, akik egyszer ezt elkezdték csinálni, ők nem nagyon szoktak kiszállni ebből addig, amíg nem muszáj. Az egyetemen is van áramlástanszék, akik kimondottan áramlásokkal foglalkoznak, úgyhogy van is, amikor ilyen problémába ütközünk a versenyen, akkor felkeressük itt az ELTE-n, vagy esetleg a BME-n az ezzel foglalkozó tanszékeket. Tehát ezeket a tapasztalatokat szerintem mindenki fogjuk tudni alkalmazni majd. Végre megtudtuk, miért kellett a porszívó. Egy úgynevezett vákumbazukát kellett építeni. Ennek a vákumbazukának a teljesítményét kellett maximalizálni, tehát hogy a kilőtt lövedéknek a sebességét maximalizáljuk. A szerencse Szingapúrig kísérte a fiatalokat. Az egyetlen igazi sorsolás a versenyben az, amikor az elején eldöntik, hogy az összes csapat közül kikkel kell majd valójában találkoznunk, és azért annak valamennyire örültünk, hogy Szingapúrral nem kerültünk egy osztályba. Előfordult már az, hogy nekiálltunk egy-egy feladatnak a kidolgozásának, nagyon sok munkát belefektettünk, de valahogy az áttörés az nem történt meg. És idén szerencsére ilyen problémánk nem volt, amelyik feladatnak nekiálltunk, ott tényleg egészen szép és érdekes megoldásokat tudtunk kreálni.